A Human Brass Band létrehozásának ötlete 5 éve fogalmazódott meg a zenészekben egy sötét völgyi zenetábor alkalmával. Jelenlegi formációjuk 3 éve alakult. 9 tagja van a zenekarnak, többnyire középiskolások, de megtalálható a már érettebb korosztály is közöttük. 2015-ben indult maga az ötlet, hogy alapítsunk egy zenekart. A Szexuális Ifjúsági Fúzzenekarban játszunk sokan, és ott volt egy ilyen sötétvölgyi tábor, és ott ültünk össze egy páran, hogy zenéljünk még egy kicsit, és igazából onnantól kezdve építgetjük így folyamatosan. Közben már cserélődtek a tagok, a név is megváltozott, 2017 óta vagyunk Human. 9-en vagyunk jelenleg, van egy dob, van egy basszusgitár, egy gitár, egy tuba, egy harsona, egy trombita, egy vadászkürt, meg 2 szaxofon. 3 éve alakult ilyen funky alapú, könnyűzenei brass band, hibrid brass band formáció vagyunk. Azért hívjuk így magunkat, mert a brass band alapvetően ugye fúvósokra épül, viszont nekünk van egy basszusgitárunk és egy gitárunk is, tehát így ötvöztünk többféle hangszervilágot, mindemellett vadászkürt és tuba is van a könnyűzenéhez hozzácsatolva, amik ugye a szimfonikus zenekar hangszerei. Ezért egy ilyen mixet alkotva igyekeztünk egy egyedi felállást és egy egyedi hangzásvilágot megalkotni, és ugyancsak így a saját hangszerelésünkkel a mai slágereket és az ismert zenéket egy új oldalról megmutatni a hallgatóságnak. Van már saját számunk is, dolgozunk is rajta folyamatosan, már most a mai koncerten is lesz hallható egy saját szám, de természetesen csőre töltve is vannak még újabb saját számaink. A Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében vehettek részt a karantén koncertsorozaton, így több helyszínen is bemutatkozhattak. Nagyon vágytunk már arra, hogy őszintén megmondjam, hogy végre fel tudjunk lépni, kicsit tudjunk szerepelni, és hát itt jött ez a lehetőség, hogy a városnak több pontján meg tudjuk mutatni a mi stílusunk és a mi zenénket, és hát kihasználva ezt a lehetőséget, és kihasználva ezt az egészet, így most egy karantén koncert sorozat keretein belül, ez az 5. és egyben az utolsó állomás a városon belül, de egyébként voltunk már Pakson is, ugyancsak a karantén koncert elnevezés alatt játszani. Az elmúlt ezzel együtt, ha ez is meg lesz 6 koncert, nagyon pozitív volt számunkra, tehát igazából nekünk lehetőséget adott most ez a karantén koncert sorozat, hogy a karanténolás helyett tényleg egy kicsit tudjunk fellépni és dolgozni is. Nagyon-nagyon örültünk annak, hogy nézők között is nagyon sokan eljöttek, tehát nem csak a ház lakosai jöttek ki az erkélyre vagy az ablakba, hanem tényleg volt olyan ember, aki az első alkalommal találkozott velünk, és végig mindegyik koncertünkre eljött és ott volt velünk.